Élesen bírálja az EU a brit bevándorlási törvénytervezetet, ami lehetővé tenni, hogy a tengeren átkelő menekülőket 28 nap elteltével kitoloncolják az Egyesült Királyságból. A brit szabályozásnak összhangban kell lennie a nemzetközi joggal, hangzott el az Európai Unió belügyminisztereinek brüsszeli ülésén csütörtökön. Az EU belügyi biztosa szerint kétséges, hogy a brit szigorítás összhangban van-e a nemzetközi kötelezettségekkel. A brit kormány állítja, hogy igen, de ezt nem elég remélni, meg kell vizsgálni, hangsúlyozta Ylva Johansson. Gérald Darmanin francia belügyminiszter kijelentette, hogy meg kell előzni, hogy negatív hatásai legyenek a brit változtatásoknak a kétoldalú kapcsolatokban. Gérald Darmanin francia belügyminiszter szerint meg kell előzni, hogy negatív hatásai legyenek a brit változtatásoknak a kapcsolatokban. Meg kell találni a következmények kezelésének megoldását. A brit terv Ausztriában szimpátiára talált. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter az Európára nehezedő, egyre nagyobb migrációs nyomás igazolását látja a brit szigorításban. Az Egyesült Királyságba igyekvő menekülők nagy része azért vállalja az életveszélyes átkelést a Lamanche csatornán, mert családjuk egy része már brit földön él, sokak pedig volt angol gyarmatokról származnak, a nyelvismeret miatt választják Angliát.